A bonyhádi atlétika legígéretesebb versenyzőivel kis csoportokban egymástól elkülönítve folytatódott a felkészülés másfél hónapos kihagyás után. Komoly szakmai deficit ez, de szerencsére a fedett pályás téli idényt végig át tudták dolgozni a Bonyhád AC-nél, így a visszaesés egyáltalán nem behozhatatlan. Edzőként, sport szakemberként ez egy nagyon fájdalmas időszak. Három atlétánknak nagyon komoly szansza volt, hogy világszinten képviselje a klub színeit. Ez óriási fájdalom edzőnek. Ebben az évben a legfőbb elvárás magunk felé, hogy a korosztályos versenyeken, illetve a felnőtt magyar bajnokságon minél jobb helyezéseket kell elérni. Én úgy gondolom, hogy szakáganként, az ugró, futó, dobó szakáganként 5-8 gyereknek van esélye arra, hogy a saját korosztályába, vagy akár a felnőtt mezőnybe a legjobb 8 közé kerüljön. Közülük a súlylökő Kingol Rékának, a rudugró Böndör Dánielnek, a gátfutó Balogh Péternek, a magyar bajnoki címre és a nemzetközi szereplésre, Európa-bajnokságon, világbajnokságon való részvételre lett volna komoly esélye. Az elmaradt versenyek miatt ők a legnagyobb vesztesek. Arra jutottunk, hogy vihettek haza gátakat, de hát azzal nem számoltam, hogy más környezet és más, tehát sikeres eséssel garantáltam ezt az edzést. Tehát rájöttem, hogy le kell álljak teljesen a gátfutással, mivel ide a gimibe se tudtunk bejönni, pályánk nincsen, ahol ugye nincsen kontakt. Nekem a rajtomba szokott sok maradni, rengeteg, és hát igen, a technika állandóan, mert amint van egy nagyobb cél, hogy azt megoldjuk, akkor mindig nyílik egy nagyobb kapu, amit még jobban meg kell csinálni, és még több hiba jön, amit finomítani kell, és itt már nyilván csak századokról, tizedekről beszélünk. Nagyon jó eredményeink vannak, olyannyira, hogy a Diákolimpia országos bajnokságon a távolugró csúcsot sikerült csapatban felállítani ebben az évben a távolugróinknak. A magasugró csúcsról se kicsit maradtak le, de mind a két számot nyerték. Nagyon ügyes gyerekeink vannak, 2-2 méteres magasugrónk van, lányoknál is most már 160 centi fölött tartanak, a legjobb, úgyhogy én úgy gondolom, hogy szinte minden szakágunkban vannak ígéretes tehetségek, nagyon jó alkatú, nagyon jól motivált gyerekek. Mivel ez egy mérhető sportág, ezért itt egy-egy versenyen kiméletlenül szembe kell nézni azzal, hogy milyen volt a szélviszony, milyen volt a körülmény, úgyhogy igen, próbára vannak téve. Igazából itt most az a legfontosabb, hogy eltelt ugye majdnem jó erős 6 hét, hogy itt nagyon fontos az egészségvédelme, meg a sérülések elkerülése. Igazából most egy olyan helyzetben vagyunk, mint amikor az ember elkezdte tanulni a szorzótáblát, mondjuk eljutott a 8x8-ig, és akkor most újra elkezdjük, hogy egyszer egy, kétszer egy, háromszor egy, szép fokozatosan meg kell próbálni utolérni magunkat. Csábrák János számára olyan nemzetközi szintű atléták, mint Barta Dávid, Varga Lőrinc, és sok hazai szinten bizonyító versenyző kinevelése után újfent egy olyan időszak következik, amikor észre kell venni, fel kell fedezni a tehetségeket, a jövő lehetséges bajnokait. Csábrák tanárul majd fél évszázados testnevelő edző praxisában most is okkal bízhat a bonyhádi atlétika.